A legszebb konyhakerteket mutatták be Máté Szalkán. A vetítésen az országos megmérettetésre nevezett kertművelők legszebb munkáiból láthattak ízelítőt a résztvevők. Az önkormányzat 4 éve csatlakozott a versenyhez, azóta évről évre nő a pályázók száma. Ma a globális világban ugye az urbanizációs folyamatok révén azért az épített környezet az a meghatározó egyre több helyen, viszont Máté Szalkán még mindig a termőföldnek, a termőföldön való munka tevékenységeknek, az ott telepített és ott gondozott növényeknek, zöldségeknek és gyümölcsöknek még nagyon fontos szerepe van. Fontosnak tartják azok a kertbarátok, akik korábbi években is már neveztek, és országos díjakat is sikerült bezsebelnünk, és idén ez a kör bővült. 17 olyan kertbarát volt bátor, aki fotodokumentációkkal, naplókkal gyakorlatilag az újabb programba bekapcsolódott. A 17 nevezőből 4 országos jelölést kapott. Bójer György és unokái Levente és Benedek voltak a legsikeresebbek a kertbarátok közül. A zárt kert vegyes kategóriában nem csak tavaly, idén is a dobogó legfelső fokán végeztek. A 2 unokámat mindenképpen szeretném még kicsit benevelni ebbe a dologba, ebbe a tevékenységbe, és hát eljönnek. Besegítenek, van 10 perc munka, fél óra játék, és hát fára mászni is lehet, gyomlálni is lehet, hagymát dugatni is lehet, bekapcsolódnak. Hát néha kicsit unszolni kell, de azért mindenképpen szeretnek ott lenni. Hát amikor nem, akkor egy kicsit leültetem, még hanem várjátok, a papa elvégzi egyedül a munkát, aztán majd. Aztán a családból a vejem is nagy segítségem, mert komoly fizikai munka is van. Illetve a 2 lányom pedig betakarítás, meg aztán a az ételek elkészítésében besegítenek, tehát mindenképpen szeretjük ezt csinálni, és gyönyörködtető. A legszebb konyhakertek versenye 2012-ben indult. Azóta 8 kategóriában pályázhatnak a kertbarátok és a közösségek a cím elnyeréséért. A Magyar Örökségdíjas program célja a kiskertek és a konyhakertek újraértékelése, valamint a háztáji termelésének népszerűsítése.